Szia, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe, milyen típusú ingatlant érdemes először vásárolnom. Én írtam az Ingatlan Sámok című könyveket, enyém az Ingatlan Sámok Klub, illetve november 14-én egész napos online tréningem lesz a Hogyan induljak el az ingatlan befektetéssel címmel. Hát ez is annak a része. Ugye kinek mennyi pénze van? Én azt javaslom egyébként, ha elfogadsz egy jó tanácsot, ha kevesebb pénzed van, inkább kezdjed garázssal, mert tudod gyakorolni az alkut, akár az adásvételt, hova kell menni, kihez kell menni, mit kell csinálni. Ha a garázst fel kell újítani, az most mondhatom, azt akár minimális, hogy kifestett belül, meg van rajta egy ajtó, tehát túl sok minden nincs is benne. Tehát a legegyszerűbbel kezdjed, ezt tényleg nagyon melegen ajánlom, mert sokan vannak úgy, hogy hú, igen, veszek ingatlant, és akkor majd mit tudom én, tehát kiadom bérbe, de hitellel veszem, hát ha kiadom bérbe, a hitelt akkor majd fizetik a bérlők, csak ugye most is éppen elnéztem, hogy ami eddig most 120 ezer forint volt, bérleti díjpanel, most Győrről beszélek, most olyan 90 ezer forintért is már lehet ingatlant kapni. Az, hogy miért, azt most nem tudom, magát a minőségét, de esetleg egy kicsit visszább korrigál az ár, mert te számolsz mondjuk 100 ezer forintra, és mondjuk visszaesik mondjuk 70 ezerre, akkor már az, hogy a saját pénzből kell kitermelni, vagy valahonnan máshonnan. Tehát én úgy gondolom, hogy kezd olyannal, amire éppen most helyből esetleg pénzed van, és minél kevesebb hitellel. Én ökölszabályként azt szoktam mondani, hogy a pénzed fele legalább legyen meg, hogyha most ingatlanról beszélünk, de inkább a 60%-a, és akkor kezd el azzal. De mégis a legegyszerűbb a legjobb, mert én úgy gondolom, hogy egy garázson, egy kisebb tárolni, és ugyanazokat a lépcsőkön mész végig. A végén, amikor azt mondod, hogy igen, most már felkészültebb vagyok, és akkor elolvastad valamelyik könyvemet, és akkor az alapján is meg tudnám önmagamat valósítani, akkor igenis, akkor vágjál bele nyugodtan egy nagyobb fába, de én azt mondom neked, hogy először kezdjed kicsiben, nagyon-nagyon sok mindent meg lehet ott is tanulni, adásvétel, még egyszer mondom, bérbeadást, hogyan adsz el, hogyan szállsz ki belőle, és ez mind nagyon-nagyon hasznos dolog lesz, amit kamatoztatsz majd, amikor drágább ingatlanod ott van. Esetleg, hogy hogyan teszed ki a bérlőt, mondjuk egy garázsból és egy lakásból nyilván más a szisztéma, hogyan emelsz bérleti díjat, érted? Tehát rengeteg mindent lehet gyakorolni kicsibe, nem fekszik benne olyan őrült sok pénz, ha meg még hitellel is megtolod az egészet, és akkor még azt is bukhatod, akkor, amikor még nem vagy eléggé jártas az, hogy hogyan adok ki, hogyan emelek árat, hogyan védem meg az áramat, tehát ennek azért tényleg nagyon-nagyon sok összetevője van. Ha esetleg eljössz valamelyik oktatásomra, akár ez a Hogyan induljunk el az ingatlan befektetése címűre, ott is lesz erről szó, mert ezek a legfontosabb dolgok, és ha hiszed, ha nem, én most adtam ki az egyik ingatlanom, eddig 85 ér volt kiadva, most 100 ér adtam ki, a másikat, ami 110 ér, most 120 ér, tehát érted? Tehát én nálam nem csökkentek az árak, én meg tudom védeni az áramat, és mégis van bérlőm. Jó, ez nagyon-nagyon fontos, és én ezt tényleg a legjobb szívvel tudom neked is melegen ajánlani, hogy tanulj olyantól, aki esetleg ott van, például tőlem, jó, de itt nagyon sok mindent érdemes lehet megtanulni, és én azt mondom, hogy kezd el minél kevesebb pénzzel először, majd különböző stratégiákat természetesen veszünk a tanfolyamon, ami most ugye ennek a videónak nem témája, de igenis kezd el minél egyszerűbben, amit átlátsz. Az a legfontosabb, hogy olyan egyszerű legyen az egész stratégiád, hogy te azt átlássad. Tehát látod, hogy itt belépek, itt bérbe adok, itt emelek bérleti díjat, itt pedig kilépek. Ha ezt így végig látod, nagyon viccesnek tűnik lehet, de akkor lesz sikeres az ingatlan befektetésed. És onnantól egyébként én azt mondom neked, hogy azt, amit garázssal csinálsz, ugyanazt kell egy ingatlannal, egy kastéllyal, egy földdel, bármivel csinálni. És itt ennek ez a lényege. Jó? Úgyhogy várlak a tanfolyamon, november 14-én online találkozzunk, egy kattintás, és kattints is. Szia!